Milyen az a nő, aki tudatos? A tudatos nő tudja, mit akar, tudja, hogy mit nem akar, meg tudja adni magának, amit akar, és el tudja fogadni a külvilágból is. Tehát a tudatos nő önazonos, ami azt jelenti, tisztában van saját magával. Tisztában van a saját értékeivel, tudja, mi az, ami igazán fontos számára, és mi az, ami nem. Nagyon sokszor ezen múlik minden, hogy el tudom-e dönteni, hogy mi az, ami igazán fontos, és mi nem. Mert annyi minden rabolja az időnket, annyi helyen akarunk megfelelni, hogy embertelen. Nem tudunk annyi helyen. És lehet, hogy a fontos dolgokra pedig nem marad. Energia, idő, gyakran nincs agyunk hozzá. És ezért a számunkra fontos dolgok elsiklanak, emiatt pedig sérül az önazonosságunk. Az önazonos vagyok azt jelenti, hogy tudom, hogy ki vagyok én, és ki nem vagyok. Tudom, a ki nem vagyok azért fontos, mert sokszor mondanak ránk dolgokat, vagy próbálnak éreztetni velünk dolgokat. Tudod, van az a nézés, hogy ki se kell mondani. De akkor tudom, hogy azt nem engedem be, mert ez az ő gondolata. Én tudom, hogy nem ilyen vagyok. Tudom, hogy milyen vagyok, hogyan működök. És amilyen vagyok, ezt nagyon jó tudni, de ez még csak egy dolog. Az a fontos, hogy tudjam, hogy hogy viselkedik az, aki én vagyok. Tehát úgy viselkedek, amilyen vagyok. Úgy élek, azt képviselem, azt élem meg a világban. Tudom, hogy mire vágyom, mik a fontos értékek az életemben, és azok szerint élek. Amire vágyom, azt meg tudom adni magamnak, ezért nem függök másoktól, de el tudom fogadni, ha kívülről kapom meg. Tudok gyenge nő lenni. Egy nő erős és gyenge. Erős vagyok, segítséget elfogadok, de alapvetően nem függök másoktól. Mégis tudok gyenge lenni abban, hogy szeretettel elfogadom mástól a segítséget, elfogadom a felajánlásokat, mert megérdemlem. És nem vagyok én attól kevesebb, és a másik is így megélheti önmagát. Tudok adni, és tudok kapni is. Szeretem azt, aki én vagyok, tudom, hogy megérdemlem mindazt, amire vágyok. De hajlandó és kész is vagyok tenni érte. Akkor vagyok tudatos és önazonos, ha folyamatosan dolgozom magamon, de közben már most elfogadom azt, amilyen most vagyok. Most ez vagyok. Innen indulok ki, és nem félek attól, hogy mi lesz egy adott helyzetben, vagy csak rövid ideig félek, kifélem magam, aztán csinálom, mert tudom, hogy hajlandó és kész vagyok a fejlődésre, és a megoldásokat keresem. Úgyhogy kívánom neked, hogy kötelezd el magad saját magad felé, azaz a saját fejlődésed felé, és az önelfogadás felé is, hogy már most el tud fogadni azt, aki vagy, hogy tudatos legyél arra, hogy már most szerethető és elfogadható vagy. Most úgy, ahogy vagy, pont jó vagy.